Nemrég felkaptuk a fejünket a hírre, magyar fotós képe a NASA a nap asztrofotója rovatában. Fényes Lóránd a híres Nagy Karina ködről készített felvételt. Ez a szabad szemmel is látható ködösség azonban a Föld déli féltekéről látható, a képet Lóránd Namíbiában készítette. Fényes Lóránd a legtöbb asztrofotóshoz hasonlóan a városi fényektől távol költözött, hogy megspórolja azt az időt, amit eddig a kitelepülésekkel töltött. Most olyan helyen él, ahol a Pilis kitakarja a budapesti fénykupolát, így viszonylag alacsony a fényszennyezés. A távcső a kertben, rákötve a számítógépre, ami a csillagda szobában található. Hogy is működik ez a bonyolult rendszer, azt ő maga mondja el. Egyszer ezt nagyon pontosan be kell állítani, aztán időnként finomhangolni, tehát ez az északi pólusra rá van állítva a távcső, ugye ez azt jelenti, hogy amikor az ég látszólag elmozdul, akkor az én távcsőm az követi ezt. Tehát most ott be van állítva a távcső, be van állítva hozzá minden, ami ehhez kell, és a fotózás az egy rövid idő után már kezdhető minden éjszak, amikor a körülmények engedik. Lóránd nem hivatásos asztrofotós, hobbija mégis nagyon érdekes időbeosztást igényel, egy asztrofotós ugyanis nem akkor készít képeket, amikor olyan kedvében van, hanem amikor a körülmények lehetővé teszik. Egyrészt függ a holdtól, mert a hold mellett nem lehet fotózni, és nagyon-nagyon függ az időjárástól. Tehát amikor úgy felnézünk, és úgy látszólag tiszta az ég, az nem azt jelenti, hogy ez alkalmas a fotózásra, mert biztos láttatok már olyat, hogy pislákolnak a csillagok. Az nekünk nem jó, mert az azt jelenti, hogy nagyon hullámzik a levegő, és ekkora nagyításban, ahol mi dolgozunk, ott ez már elmossa a képet. Tehát megmondom neked őszintén, hogy évi 10 képet tudok elkészíteni Magyarországról. Fényes Lóránd távcsöve egy feltuningolt kínai mechanikával működik, ez mozgatja a magyar szakemberek által készített karbon csövet, csak a tükrök azok, amiket készen vásárolt külföldről. Meg persze a fényképezőgépet, ami egy hagyományos földi fényképezőgép. A hobbi felszerelés ára a töredéke a profi távcsöveknek, ahol hűtött asztrofényképezőgépekkel dolgoznak. A két fő elem, az maga ugye, az a cső, az maga a távcsőmből dolgozom, és alatta pedig az a mechanika mozog és pörög, ami azt látja el, hogy ez a távcső megfelelő módon ott tartsa a célponton magát, tehát követi az eget. Most már tudjuk, mire van szükség az asztrofotózáshoz. Távcsőre, kiépített rendszerre, alacsony fényszennyezettségű helyszínre, azonban még valami elengedhetetlen, ez pedig a türelem. A türelem és az idő. Magyarországról 10-15 óra jó asztrofotóhoz kell. Az persze egy éjszakában nem fér ez be, tehát én nekem egy kép ezért készül egy hónapig is akár, mert összevadászgatom az adott jobb minőségű jegeiket, és akkor azokat összesítem. De ha ilyen sokáig tart egy kép elkészítése, vajon mit lát a fotós menet közben? Mikor látja meg a képet valós formájában? Ezek gyakorlatilag nem egy folyamatos expó, mert ugye az be is égne, hanem általában 5-20 percek közötti expókból áll egy darab kép, és ezeknek az összessége. És én azt az egy szakasz képet azt meg tudom nézni. Tehát meg tudom nézni, hogy az 5 percen kb. Mi látszik. Hát nyilván ez egy nagyon halvány év, hogy kivehető valami, az összegzett pedig egy gyönyörű végeredmény. De abból a halvány valamiből én már azért látom, hogy mire számíthatok, meg hát meg is tervezem. Amikor egy asztrofotó készítéséről beszélünk, akkor az nem úgy néz ki, hogy kijövök, hát ez úgy tetszik és lefotózom, tehát ez nem hasonlítható ebből a szempontból a földi fényképezéshez, hanem ez egy elég hosszú tervező munka, amíg az ember elképzeli, hogy majd akkor, amikor az az objektum megfelelő helyen van, akkor az hogy lehet lefotózni. Utána van egy 10-15 órás expozíció, és van még egy 10 órás utómunka. Tehát egy kép az olyan 30 óra. Amikor éjszaka felnézünk az égre, nem szabad elfelejtenünk, hogy a csillagok fényévekre vannak tőlünk, tehát adott pillanatban évekkel ezelőtt útnak indult fényeket látunk. A fotókon sincs ez másképp, amit az asztrofotós rögzít, az lehet, hogy már teljesen másképp néz ki. A legtöbb kép az sok ezer, vagy akár vannak olyanok, amik sok millió fényévre érkeznek hozzánk, tehát nyilván azok az objektumok már nincsenek fent így ebben a formában az égen. Az a Namib kép is egy ilyen. Annak az érdekessége egyébként az, hogy az ég látható égbolt egyik legfényesebb objektuma, tehát az a ködösségek közül, tehát szabad szemmel is látszik valamennyire, és ezért szemben a magyar tapasztalatokkal egy nagyon rövid expozícióval meg tudtam ezt oldani, tehát ez egy másfél órás fotó. És ennek ellenére nagyon-nagyon részletesen sikerült azért, mert a helyi adottságok teljesen mások ott Namibiában, mint Magyarországon. Az asztrofotózásban vannak népszerűbb és kevésbé népszerű témák, akadnak az égen olyan területek, amit kevesen tanulmányoznak. Vajon az, aki éjszakákon át az eget figyeli, akár fel is fedezhet valamit?
mi nem tudományos asztrofotózásról beszélünk, hanem esztétikai asztrofotózásról, tehát mint egy természetfotó. Az a célunk, hogy a valóságot örökítsük meg, de legyen ennek egy esztétikai élménye is. De előfordul, mert miután mi is elég hosszú expozíciókkal dolgozunk, hogy feltűnik egy mozgó pont benne, lehet ugye egy üstökös, lehet egy UFO, az nem jellemző, köszönöm a kérdést, UFO az nem jellemző, de üstököst, kisbolygót már fedeztek fel így. Na de kell restaurálni a csillagokat, ahogy a modelleket szokták? Így néznek ki a valóságban is, vagy mi már csak megszépülve találkozunk velük? Olyan, amit sokan hisznek, tehát Photoshop mahinálás nincsen. Itt úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ezek nagyon halvány objektumok, és ezek a nagyon halvány objektumok a végeredményen is halványak. És egy megfelelő technikával, amit egyébként a NASA is használ, hogyha a Hubble képeit nézzük, ezek előhívhatóak. Úgy, mint régen a filmes korszakban is elő kellett hívni az anyagot. Tehát azért említettem azt, hogy amikor elkészült a kép is kell még körülbelül 10 órát rászállni, mert erre speciális csillagászati szoftverekkel elő lehet hívni ezekből a képekből az anyagot. És akkor a végén valóban úgy előbukkan az a gyönyörű ködösség, ami ott halványan dereng. 30 óra munka egyetlen képért rengetegnek tűnhet, de ha megnézzük az apró részleteket, minden érthető. A NASA napképe rovatát pedig mindenkinek ajánljuk, akinek megtetszettek az asztrofotók.